Na, sziasztok! Itt vannak egy újabb ilyen kis bemutató videóval, amelyben beszeretném nektek mutatni a Redmi Note 11 mobiltelefonját, nyilván a xiaomi -tól. Ugye a Redmi az már a Xiaomi-nak egy ilyen kis mellékterméke. A jelenlegi készülék egyébként egy ilyen Star Blue nevű színre haja az, ez az egy kicsit ilyen, ilyen gyöngyházfényű. Nem tudom mennyire fog átlani, szépen gyűjti az új is. De mielőtt belemennénk magába a készülőknek a belsejébe megmutatni, mit is tud, egy ilyen kis specifikációt hadd mondjak el róla. Um, Snapdragon procia van, ha valakit ez így érdekel, illetve ami szerintem az átlag felhasználónak fontos. Most én nem akarok ennyire ilyen nagyon technikai videót csinálni, és akkor belemegyünk itt a procikba, a ramokba, meg a mindenféle egyéb olyan dolgokba, mint az átlagfelhasználót felhasználót nem biztos, hogy érdekli. Ami érdekli az átlag felhasználót. gyors -e? tud -e jó képeket csinálni? Van-e benne tárhely? Osz cső. Meg szépen a kijelzője nyilván. Jó, ami nagyon fontos, hogy baromi gyorsan feltöltődik. De tényleg, tehát az aksia, az brutál jó. Egyébként 33 wattal lehet tölteni, és ez az előző termékcsaládhoz képest, ez 21%-kal gyorsabb, meg hatékonyabb az előző generációhoz viszonyítva. Úgyhogy már ez egyébként ez egy pozitívum. A kijelzője egyébként 90 hercen is tud ketegni, ami mondjuk egy ilyen 50 Hz-hez képest sokkal jobb vagy egy 60Hz-hez képest, sokkal uh, zöggenőmentesebben lehet élvezni rajta a tartalmakat a magas képfrissítési frekvenciálta. Illetve itt hátul ez egy 50 megapixeles kamera van, négy kamera van benne, elég részletes képeket lehet vele uh, rögzíteni. Ott oda is van én, hogy 50 megapixeles AI kamera. Adatok. A készülék 4 GB RAM-ot tartalmaz. Ja, hát azt mondhatnánk, hogy nem túl sok manapság, de tehát ez egy közép, közép, kategóriás telefon, tehát arra meg tökéletes. AMOLED ö, ö, kijelzője van, mint mondtam, képfrissítési át referencia, referenc, szóval a képfrissítése az 90 Hz. Hát, hogyha valakit ez annyira érdekel, bár mondtam, nem menjünk bele ennyire a technológia mélységébe, de 6 nanométeres ö, ö, processzorgyártás technológiával készült. A makrokamera, mert hogy van benne olyan is, az 2 megapixeles, és ami negatív, hogy nincs még például benne vezeték nélküli töltéstámogatás. Ja, úgyhogy az így hopika, de hát most ez, ez ilyen. Van benne microSD, van benne NFC, mit mondja, infraport, mi? Hát, hogyha valakinek ez fontos, a telefon súlya 179 g, ez például egyébként egy 64 gb verzió, a belső tárhelye, a kijelző felbontása az Full HD, 2400 x 1080 p mint mondtam, van 4 darab hátlapi kamera, van egy ultraszéles látószögű kamerája, amelynek a felbontása 8 megapixel, van egy mélységszenzor felbontása, az 2 megapixel, és egy előső selfing, ami 13 megapixel tud. Van egy új lenyomatolvasó, ami itt a bekapcsoló gomba van beleépítve. Um, lehet, hogy kapcsolok videót. Igen, és így jobban lehet látni, szóval ide van beépítve az új lenyomatolvasó. Dupla SIM foglalat van, tehát bele lehet rakni memóriakártyát, illetve egy darab SIM-et. Wi-Fi -öt, illetve Bluetooth 5. Van, uh, itt van egyébként az USB-C töltési lehetőséget illetve adatkábel, és van benne jack dugó, tehát bele lehet csatlakoztatni. Wow, ez az. Na, hát így körülbelül ennyit a készülékről. Hát a belseje az, na pillanat, föloldjuk, átlag telefon. Androidos telefon, ez már használva volt, tehát azért van, van rajta alapból adnak, de jó, hogy most már tükröződik a lámpa. De lehet, hogy most már lekapcsolom a villanyt, így, így jobban látszódik. Szó. So. Van öhm, rajta már kalcok, de mindegy, szóval van benne öhm, rajta egy üvegfólia. Üvegfólia, az ez inkább ilyen kis gyári fólia, nem tudom, itt látszik is a szélét, ott láthatjátok körülbelül. Ez egy egyszerű sima fólia, ami rajta van, és az annyiból jó, hogy azért nem kell rögtön vásárolnod fóliát. Tehát azért egy köszönet a felhasználónak ezért is. A dobozban egyébként kapunk még egy sima ilyen szilik, átlátszó szilikontokot, hát azt tudjuk milyen, de legalább van, és akkor erre sem kell azonnal költeni, aztán ha valaki szeretne tokot, ami be tudja burkolni, az hajrá. Vannak előre telepített idegesítő alkalmazások, azokat nem nagyon ajánlom. Most annyira nem menjünk bele a menübe, mert Android. Én mondjuk iOS párti vagyok, engem ki tud borítani az Androidnak a menüje, pedig aztán rengeteg androidos telefonom volt. Na de, mondom a fekete levest, jó? China. Baromi sok idegesítő rekláma dobál fel. Minden. Tehát akármilyen programot elindítasz, egy tárhajtisztítást, tehát a gyári programokról beszélek, jó? És ott azonnal így dobál be reklámokat, meg kell várni, hogy öttől visszaszámolva elteljen, és akkor lépsz tovább. Nekem ez furcsa. Tehát iOS-en ilyenek nincsenek, meg hát Samsungon sem nagyon találkoztam. Egyébként, mindjárt belemegyek a menübe, beállításokba. Azt hiszem, az ott lesz. Igen, erről beszéltem, tehát, hogy itt van a frissítési ráta, ez a megjelenítésben van lehet változtatni a sötét mód, illetve a világos módon. Illetve van egy olyan funkció is, hogy Always on Display, meg VR mód, meg tehát, tényleg tehát kivetítést is lehet vele használni, ami egyébként tök jó. De ha már itt vagyunk, akkor bemutatom, hogy ez a menüje igazából, tehát a telefonról egy kis információ, mondjuk ez egy tök jó animáció, így fordítanás. Ott mutatja, hogy körülbelül fél év van megtelve a tárhelyünk, ezek itt a jó kis adatok. Ok. Igazából magára a készülőkön ennyit, aki akar egy olyan telefont, aminek egyébként nagy a kijelzője. Hát azt lehet, hogy nem is mondtam. Tü -tü azt hiszem, hogy 6,7 incses a kijelzője. Na, arra nem is láttam adatokat. Na mindegy. Körülbelül akkora. Szóval nagy a kijelzője, brutális, és nagyon-nagyon sokáig bírja az apsi. Tehát tényleg, hogyha nyüstölöd, ne tezel gyilkolászod, akkor is eszméletlen sokáig. 643 col Na, kicsit puskáztam. Szóval, hogy valami sokáig bírja. Tehát egy páromnak egyébként a telefonja, de hogyha ő elmegy dolgozni reggel, és hogyha egész nap használat alatt van, tehát telefonálások, üzenetek, stb. és vagy a munkája miatt elutazik másol, meg buszozás, és a többi, és akkor is, tehát ilyen, ilyen 70 a 50 és 70 között szokott így hazajönni. Ugye a gyors töltésnek köszönhetően pillanatok alatt feltölti, úgyhogy az van a Jó, na hát mindegy, ennyi akart lenni ez a kis videó, bemutatom még nektek, hogy van ilyen is. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!